1927-ben 19 éves volt, nagyon izmos, erős ember volt, de az ekeszarva mellett izmosodott meg. Nem csak atletizált, hanem súlyemelő volt, súlylökő volt, és ez szokatlan volt egy ilyen falusi millióban. Hogy képzelette ezt el, hogy ilyen hülyeségen töröd a fejedet, hogy te elmész a medvével birkózni? Megtelt a tánzterem zsúfolásig, mert a falusiak még ilyet még nem láttak. Az egész falu közönsége ugye ott sziszeget, hogy hú, micsoda nagy medve, milyen hatalmas állat. Négy kézlábú bírt csak bemenni, mert úgy megverték a derekát és a lábait, ezek a gyáva disznók. Drágának folyt a vére a hátán, mert korbáccsal ütötték, mert nem akar beállni a TSZ-be. Ezeknek a szerencsétleneknek, akiknek az volt a nevük, hogy kommunisták, az volt a fájó pontjuk, hogy van egy ember, aki így gondolkod. Van egy ember, aki szabadságról és önállóságról álmodik, és azt akarja megvalósítani, amit szeretne.